Újabb utat sikerült felújítani az önkormányzat támogatásával. Az agyvapáfalvai Bercsényi út korábbi állapota hosszú ideig megkeserítette a lakók életét. Mezőfi Elemérné 67 éve él az utcában. Gyakran gerebjével, kapával egyengedték a földutat, hogy legalább gyalogosan tudjanak közlekedni. De ez az utca tulajdonképpen mindig mostoha utca volt. Köves volt, de hát volt egy időszak, amikor olyan állapot volt, hogy tengelyig érte kocsinak, úgyhogy fél évig nem is tudtunk kocsival kijönni. Hát kegyetlen állapotok voltak. De most ennek nagyon örülünk, hogy ez így megvalósult. Nagyon ügyesek voltak a munkások, ezek tényleg mindent beletettek és dolgoztak azért, hogy ez 3-4 hét alatt elkészült. Úgyhogy köszönjük. Rigó Bálintné többször megkereste a városvezetést is, hogy segítsenek a Bercsényi út lakóin. Hát reménykedtem, mert úgy jártam én is sokszor az üzletbe, hogy cipő nejlonzacskó, majd a másik oldalon letéve bele a kukába. És ez a körülmény, ez, hogy városon lakom, és tanyán élek, ez azért most már fogalom. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy mész az út. Az október 17-i útátadó során Székiné dr. Strémi Melinda, a város polgármestere elmondta, a kormány adósság átvállalását követően sikerült az önkormányzatnak annyi pénzt megspórolnia, hogy ezeket a rossz állapotban lévő utakat felújítsa. A kivitelező nem volt könnyű helyzetben a kifejezetten szűk és szilárd alappal nem rendelkező út tekintetében. A munkák végeztével azonban elmondható. A vízelvezetés megoldódott, és minden ingatlan gond nélkül megközelíthető. A Zsák utca végére pedig egy fordulót is kiépítettek. Egy régóta fennálló probléma került most orvoslásra. Ez egy akut probléma volt, már nagyon régóta tartott. Én, mikor választást nyertem legelőször 2006-ban, és már előtte is szóltak nekem, utána is, hogy ez egy régi földút, fiatal házasok vannak, több gyermek van egy családban. És sajnos úgy jártak iskolába, hogy reklámszatyokat húzgáltak a lábukra, egy cipőben volt nekik tartalékban, amikor kiértek ebből az utcából, és azzal mentek iskolába. Szóval amikor sáros, esős idő volt, ősztő, tavaszig, ezek a problémák föntálltak. És én nagyon örülök, hogy egy jó minőségű utat sikerült most a mai napon átadni. A Bercsényi út felújítása több mint 16 millió forintból valósult meg.